is találkozik. De kenyeret kérdődik. Hát a szója és a dízel veszett szemében belül megy. Isten hozta önöket, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Szép téli esténk van, közeledik advent második vasárnapja, és akik ismerik az egyesületünket, azok tudják, hogy mi adventben mindig igyekszünk lelkileg ráhangolódni az ünnepre, és ennek egyik fejezete lesz most Jóska bácsi előadása. Én bízom benne, és sőt, tudom is, hogy nagyon fogja segíteni az adventi hangulatunk elmélyítését, a lelki készülődésünket fogja segíteni. Elmondanám, hogy néhány perc múlva a párom és társam néhány mondatot mond egy következő rendezvényről, aztán átadjuk a szót Jóska bácsinak, hiszen őt szeretnénk hallani, és akkor a végén még 2 percre én is elrabolnám a figyelmüket, mert én meg viszont egy nagyon fontos dolgot szeretnék a végén mondani, ugye a végén van a csattanó. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Jóska bácsit, és köszönjük szépen, hogy megint elfogadta meghívásunkat, és megint eljött tanítani bennünket. Szeretettel köszöntöm Hárs Klárit is, aki Jóska bácsinak a kísérője, ha jól tudom, és egyébként Csodálatos utakat szervez Őseink útján címmel, érdemes részt venni rajtuk. Amiért én még szót kértem, ez egy következő rendezvényünk lesz, és azt szeretném kérni, hogy akit érdekel, az jegyezze meg. Még 1-2 szórólapot sikerült már csinálnunk, de még csak pár darab van, és adja tudtul ismerései körébe, ugyanis ez a legjobb módszer talán arra, hogy tudjanak róla. Ez már januárban lesz, könnyű megjegyezni, mert 18-án 18 órakor ugyanitt lesz a rendezvény, és aki a vendégünk lesz, az egy nem tudom mennyire ismert, professzor Horváth István, hagyj kérdezzem meg, hogy hányan hallottak a nevéről. Hát igen, jó, tehát egy olyan 10%-ba körülbelül. Most azért is hívtuk meg többek között, mert ennek a professzor úrnak olyan csodálatos találmányai vannak, úgy mondhatom, hogy világra szóló, mert több aranyérmet is kapott világversenyeken, ugye az orvosi tekintetben, hogy nagyon sokan ismerik a világba, és az a helyzet, hogy Magyarországon meg nem igazán ismerik még ezek szerint. Én az ő felfedezését és a kálváriáját, amit ezzel eddig végigjárt, az körülbelül a Béres Józsefhez hasonlíthatnám. Akkor többet nem is akarok erről mondani, annyi, hogy az érelmesedés gyógyítása és megelőzése immunológiai módszerekkel lesz az előadásának a címe. Nagyon érdekes lesz, és nagyon érdemes eljönni, szerintem itt a csapatnak a 70%-a érintett lehet ebben a témában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és akkor átadom a szót Jóska bácsinak. Köszönöm szépen. Nagyon Isten jó estét. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Jó itt lenni Gödöllőn. Advent van. Valamikor nem 4 hétre szorítkozott advent, hanem 6 hetes volt. Szent Márton november 11-i ünnepe adta a küszöbét a készületnek, azért, hogy mindenki kellőképpen rendezett tudjon lenni karácsony titokzatos éjszakájára. Egyetlen egy dologgal szeretnék ma foglalkozni, hiszen azok a szokások, amelyek bennünket karácsonyra vezettek, azok a szokások nagyon gazdagok, és 2 napot kellett volna kérnem Tamástól, hogy lehetőségem nyíljon arra a krónikásnak, hogy azokat úgy sorba végig ismertessem. Ez a szokás pedig a disznóölés. Böjt volt advent 6 hetén, a böjt ellenére András napja, tehát november 30-a hozta a disznóölésnek a szokását, ezért András disznóölő Andrásnak is nevezték.
Egészen december 21-ig lehetett disznót vágni, utána már nem, ezért Tamás is, akinek a névünnepe van december 21-én, ugyancsak disznóölő Tamásnak neveztetett. Csak nálunk magyaroknál van disznótor. A disznótor az engesztelőtor, a teremtörő. Istent engeszteljük ki azzal, hogy valakit, mert valaki volt a disznó a magyar számára, akit ilyenkor meg kellett ölnünk, valakit most ebből a világból el kellett távolítanunk. A disznóval az ember, kettőt öltünk egyébként, egyet karácsony előtt, egyet meg Farsangon, a disznóval az ember önmaga disznóságát ölte meg, a szó teljes értelmébe. Valamikor a 90-es évek elején, de lehet, hogy 89-ben, amikor a Kerek Istenfája Szép 12 ága műsorról, rádióműsor volt, itt jártunk a Galga mentén, akkor Kartalon ott voltunk egy disznőlésen, és amikor a Böllér, aki a házigazda volt, lebökte a disznót, utána egy nagyot sóhajtott, megsimogattam már élettelen állatnak a fejét, és azt mondta, hogy jó van öreg. Igen, jó van öreg. Az ember önmagát ölte meg, önmagának a lelkének azt a részét, amely az esztendő során, mivel gyarlók vagyunk, mint a rosse, ahogy szoktam ezt mondani, esztendő során bemocskosodott. Nem véletlen az, hogy amikor karácsony után a regősök mentek, a regős papok mentek házról házra, ők a disznóval kívántak újulást, a disznóval kívánták az életnek a támadását, támadatát. Nagyon fontos volt számunkra a disznótartás, nagyon fontos volt számunkra a karácsonyi disznőölés is az előbb elmondott okok miatt. Aztán a gazdának, aki megölte a jóvan öreget, a gazdának pálinkát kellett adni, mert nem bírta volna ki másképp. A disznótoron a legfontosabb dolog az volt, hogy amikor már elkészült a hurka, amikor már kész volt a kolbász, akkor, ahogy tette az én sokat emlegetett pankaszi öreg anyám is, paraszt öreg anyám, a kemencének a patkáját, az körbe rakta kicsi tálacskákkal, és ezekben a tálakban tett a hurkából, tett a kolbászból, tett a töpörtyűből, már a zsír is kisült ilyenkor már, mindenből tett valamennyit, kóstolót. Alig vártuk mi gyerekek, unokánk, hogy ezeket a tálakat viessük a szomszédba, viessük a sógornak, viessük a komának. Fontos volt az, hogy ilyenkor, amikor az élő fény hiányzik, ilyenkor, amikor szükségképpen az élő fény hiányába szűkül az embernek a lelke, szükség volt arra, hogy az ember ízt kapjon a másikból. Nem véletlen az, hogy a középkorban az ízszavunk a lelket jelölte. A léleknek egyik nagyon fontos jelölője volt. Hogy mennyire fontos volt ilyenkor az, hogy azok is jelen legyenek az adventi estéken, hiszen az adventi estéken ott voltunk a konyhában, ott égett a kemencébe a tűz, hallottuk a pattogását, ami a mi ősi étünk szerint magát a Teremtő Isten idézi meg. Nem véletlen az, hogy együtt volt az egész nagy család, együtt volt a dédi, az öreg szülő, együtt volt a szülő és együtt volt az unoka, de ezeken az estéken nagyon kellett, hogy ott legyen a sógor és ott legyen a koma is. Természetesen lehetetlen volt ezt valósítani, csak úgy tudott ez valósítani, hogy kaptuk a kóstolót. Az íz hihetetlen fontos dolog. Ez a világ teljesen íztelenné vált, ez a világ egyre inkább lélektelenné válik. Nem véletlen az, hogy az egész földi társadalomra, emberi társadalomra rátelepedett sátáni nagy tőke minden egyformává akar tenni, mindent ugyanolyan ízűvé akar nyomorítani, hiszen a lelkünket akarja
teljesen összeszűkíteni, hiszen a lelkünket akarja elrabolni, hiszen el akar bennünket pusztítani, mert a sátánnak ez a dolga, a lebontás, a pusztítás. Emlékszem rá gyerekkoromban, hogy amikor hoztak kóstolót, mi unokák kint játszottunk az udvaron, és bementünk, beszaladtunk, amint jött valamelyik unokatestvérünk, vagy jött valamelyik sógor gyerek a kóstolóval, és mondtuk öreganyánknak, hogy ne mondja meg, hogy kiküdte a kóstolót. Hát ha láttuk a sógor gyereket, vagy láttuk az unokatestvérünket, akkor pontosan tudtuk, hogy honnan jött a kóstoló, de ha nem láttuk, hogy ki hozta, beleszagoltunk a konyhába, és mondtuk, hogy Mariska néni hozta. Igen. Nem volt két egyforma kolbász. Nem volt két egyforma hurka, de még töpörcsű se volt két egyforma. Annak más-más íze volt. Az is hallatlan fontos volt ám a régiségben, hogy mindig volt otthon pogácsa, meg volt pálinka is. Ha valaki jött a szomszédból át valamiért, vagy csak beszélgetni, akkor biztos, hogy hozott magával egy almát. Jó lehet, olyan almafáról való volt az alma, amilyen nekünk is volt az udvaron, de a szomszéd almájának mégis más íze volt. Hozott ízt magából. Aztán az a pogácsa is, amivel édesanyám kínálta a szomszédasszonyt, aki átlőtt látogatóba, az a pogácsa is egyedi volt, mondom, egyedi volt. Íze volt a dolgoknak, íze. A Teremtő Isten úgy formálta, megalkotta meg az ő szeretetével az egész földi világunkat, hogy minden teremtett létezőnek külön íze van, és minden teremtett embernek is külön íze van, a lelke adja ezt az ízt. Ez a sátáni világ, amely lélektelenné tesz bennünket, ez a sátáni világ megszüntette annak lehetőségét, tisztelet a kivételnek, hogy otthon ízeket kapjunk. Mivel a másik neműnek is dolgoznia kell, ha egyáltalán van munkahelye, ezért mostanában ritkán fordul elő az, hogy otthon főznek az asszonyok. Az asszonyoknak a többsége az bemegy valamelyik plázába, ahogy én szoktam mondani, vesz félig rágott ételt, és azt a félig rágott ételt az beteszi a mikrosütőbe. Nem győzöm mondani a másik nemieknek, az asszonyoknak, hogy az embert meg lehet tartani az étellel. Ebben bent van az asszonynak az íze. Az ételben ugyanúgy bent van az asszonynak az íze, mint ahogy bent van az ölelésében, mint ahogy bent van a szeretetében. Élettelenné válik a világunk. Szétesnek a családok, egyebek között annak köszönhető, hogy szétesnek a családok, hogy nincs íz, nincs sajátos íze a családnak. Az ember a régiségben átment a szomszédba. A szomszédban is ott volt a rozmarin, ilyenkor télen, ott kellett lenni, ott volt a levendula, ott volt az alma, ott volt a birsalma vagy a biskörte, ott voltak azok, amelyek illatosították a szobát, illetve a komrát, a hálókomrát, vagy akár illatosították a konyhát is. És az ember belépett valóva valakinek a konyhájába, ott egészen más illatot érzett, mint két házzal, vagy akár egy házzal és odébb. Tehát nem csak az egy embernek volt íze, vagy annak az egy asszonynak volt íze, akinek az a dolga összetartsa a családot, hanem az egész családnak is volt egy sajátos íze, egy sajátos illata. És az ember az utcán találkozott valakivel, szomszéddal, sógorral, komával, akkor az órába érezte azt az illatot, ami a konyhájuk, a szobájuk, vagy a hálókamrájuknak az illata. Csodálatos volt. A Jóisten erre teremtett bennünket, hogy sok-sok íz legyen, és ezek a sok-sok ízek, ezek a számolhatatlan sok ízek, ezek tudták társadalomként megtartani az embert, mert amiben ma élünk, az már csak úgy néz ki,
mintha társadalom lenne, és ez a legrosszabb. Ha meg akarunk maradni, mi emberek, akiket Isten saját képére formál, akkor vissza kell mennünk az ízek világába, akkor ebben az iszonyú sötétségben az ízek fényességét kell, hogy érezzük. A más-más íznek, a sokféle íznek a fényességet kell, hogy érezzük. És az illatok. Az illatok is hozzátartanak az ízhez, hiszen amikor bementünk a konyhába, nem tudtuk kihozta a kóstolótok, az illat adta már az ízt nekünk, az illat a kapuja küszöbe az íznek. És félmenőink nagyon jól tudták azt, hogy illatnak ott kell lenni, egy sajátos illatrendnek ott kell lenni a házunkban, a hajlékunkban. Ott kell lenni különösen ilyenkor, ezekben a sötét napokban, amikor az ember nagyon könnyen megbetegszik, mert szórtá válik a lelke, és a szórtá vált lélekbe beletelepszik a betegség. Mondom, a szórtá vált lélekbe beletelepszik a betegség. Mi, mostani emberek, a civilizációban hallgatva akaratlanul is arra, amit a sátán muzsikál nekünk, mi erre már nem törekszünk. Nem törekszünk erre, mert mi bent a lakásba végezzük el a dolgunkat. Régen, a régiségben az ember a dolgát a budiba végezte el, ami igen távol volt az épülettől. Az istálló az közvetlen csatlakozhatott a házhoz, mert az istállóban ló volt, vagy tehenek voltak, és különben is a férfi emberek, mi magyar férfi emberek ilyenkor, télidőn az istállóban hártunk, a lovakkal, illetve a tehenekkel. De a disznóul, meg a tyúkul, az hasonlóképpen a budihoz igen távol volt a háztól. Fenekünk kényelme adja azt, hogy nem kell sehova kimenni, különösen amikor az ember fázós, ott van helybe, ahol elvégezhetjük a dolgunkat, és nyugodtan olvashatjuk ott az újságot. Hát ilyenkor télen az embernek nem volt kedve budiba újságot olvasni. Elvégezte a dolgát, aztán ment befele. Komolyan mondom mindezt. Komolyan, mert az ember természetesen azt a büdösséget, amit teremt a lakásán belül, azt nem szívesen viseli, és akkor jön ez a műanyag sprickoló, amitől az embernek hány ingere van, mert ez nem illat, ez bűz. Ez bűz, ez rendetlenséget teremt, ez hány inger terem. És ezt nevezzük kultúráltnak, ezt nevezzük civilizáltnak, holott emögött akkora sötétség és akkora butaság volt, ami soha nem telepedett rá az emberre. Az illatok rendezik az ember lelkét, sajátosan rendezte az ember lelkét, egy-egy háznak a sajátos, jellegzetes illata. A szag az szétszór, rendetlenné tesz. A szag az a betegség küszöbe. Régen asszonyaink, akik összefogták a családot, még arról is gondoskodtak, hogy este a mosogató vizet, vagy este fele a mosogató vizet nem öntötték ki. Mert kora reggel és este elszabadulnak az illatok, illetve a szagok. Bent hálatták a konyhába, a konyhaasztal alatt, és akkor délelőtt, amikor már a szagok úgy visszafogják magukat, az illatok, akkor locsantotta ki a ganajdomra. Hihetetlen fontos lenne erre odafigyelni. Sokkal kevesebb orvosság fogyna. Tudom, hogy a világ legnagyobb vegyszerlobbia, a gyógyszerlobbia az úgy lassan elszegényedne, ha gondoskodnánk arról, hogy a lelkünkbe világosság legyen, akkor is világosság legyen a lelkünkbe, ha kint nagyon sötét van. Mert nagyon sötét van. Nagyon sötét van. És ragacsos ez a sötétség, és tele van bűzzel ez a sötétség, mondom, tele van bűzzel ez a sötétség. Pankaszon, ahol született édesanyám, ahol mindig visszamegyek én, ha előadást adtok,
néhány gondolat, néhány történet erejéig, hiszen ez adja életemnek az alapját. Pankaszon ért egy sváb ember. Ért egy sváb ember, és a sváb ember is természetesen az ilyenkor disznóülő András után levágott egy hízót, de ő nem küldött senkinek kóstolót. Az ég egy világon senkinek nem küldött kóstolót, és az volt a véleménye rólunk magyarokról, hogy mi nagyon pazarlók vagyunk. Hát a fél disznót, ha levágtuk, azt elosztogatjuk. Jó, hát visszakapjuk kóstolóba, de az nem a mi hízónk. Igen, nála fontos, aki azt mondja, hogy én házam, az én váram, nála fontos, hogy a saját hízója legyen. Nem véletlen csúfoltuk szegény svábokat, hiszen jó emberek ők is ennek ellenére iskolába azzal, hogyha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek. Szóval ez a sváb ember ott Pankaszon, ez mindig kapott kóstolót. Tudták, nem csak az én öreg szüleim, hanem mindenki tudta Pankaszon, hogy úgyse kapják vissza, ennek ellenére szerették a svábot is. Nagyon szerették. Hókortó, ha nem, de svábnak is volt egy sajátos illata, egy sajátos íze, még akkor is megvalósult ez, ha ő nem volt hajlandó a fele disznóját szétosztani ilyenkor karácsony előtt. Jó volt, igen, jó volt tudni azt, hogy amikor ott ültünk a konyhába, amikor a tűz mesélt, de mennyit tud mesélni a tűz? Mennyit, mennyi? Nem a gáztűzhely, és nem a villanytűzhely, a tűz. Az élő, égő tűz. Tele van olyan duruzsolással, tele van olyan szeretettel, néha mérgelődéssel, mert mérgelődni is tud a tűz. Néha fütyül, ha vizes fa került bele, annyi beszéde van neki, de annyi beszéde van. És annyi beszéde volt azoknak az embereknek is, akik ott ültek a konyhába. Mi gyerekek vagy kukoricát morzsoltunk, vagy tökmagot köpesztettük. Nem pucoltuk a tökmagot, hanem köpesztettük, kopasztottuk a tökmagot. Öreganyánk ott ült velünk kis széken, öreganyánk mindig velünk volt a kis széken. Öreganyánk mindig dúdolt, vagy énekelt, vagy mesélt. Az öreg emberek azok pedig ott ültek a patkán, a kemence patkán, és pipált. Az emberek a pipaszóval rendezték a lelküket. Régen nem volt olyan férfi ember, akinek ne lett volna pipája. A pipa az ilyen rövid szára volt, még fiatal volt az ember. Ahogy múltak az évek, ugye a pipaszára egyre hosszabb lett. De én öreg apámnak már olyan hosszú pipaszára volt, hogy az lelógott egészen az öléig. Pipaszó. Igen, így nevezték, hogy pipaszó. Gyönyörű voltam a pipaszó. Emlékszem rá, hogy Elek bátyánk ott Pankaszon a szomszédból lakott, és mindig adventi estéken átjött beszélgetni az én öregapámmal, aki az ő testvére volt. Jött beszélgetni, jó nagy lapátfüle volt Elek bátyánknak, a pipa ez bent volt itt a zsebébe, és mi gyerekek, mikor meghallottuk, hogy nyílik a kis ajtó, és tudtuk, hogy Elek bátya jön, akkor kimentünk az ajtó elé, mert ahogy lépegetett, úgy a pipának a szára, az a nagy lapát filét, az így mozgatta, és az olyan mókás volt. Szerettük Elek bátyát nagyon. Szerettük Elek bátyát nagyon, mert... Hát akkor a szeretet olyan természetes volt, mint ahogy ma a gyűlölködés vált, sajnos mindennapivá. És amikor beérkezett, köszöntött bennünket, öregapám nyúlt oda a pipatartóhoz, és leemelte a saját pipáját. Leemelte a saját pipáját, leültek a kemence patkára, aztán Elek bátyám adta a pipazacskóját. A pipazacskó az miből készült a régiségbe? Vagy nyúlnak a bőréből, vagy macskának a bőréből. A keleti állatövi jegyrendszerben mind a nyúl, mind a macska az szűzség megidézője. És a
pipáza, az rendeződés jutott a férfi embernek, vagyis szűzzé rendezte karácsony titokzatos éjszakájára a pipázó embereket. Elek bátyám is, meg öregapám is elővette pipazacskóját, aztán odaadták egymásnak. Úgy komótusan szépen bontották ki a pipazacskót, mert ha nem komótusan szépen bontották volna ki, akkor rászorul a bőr, amivel összekötötték ezt ezzel a kis bőrmadzuggal. Aztán piszkálgatták, hogy ők mondták, pirgálgatták a dohányt. Mikor ma alaposan föllazították a dohányt, öregapám, elegbátyám, öregapám, akkor komótosan szépen megtömték a pipát. Miért volt fontos az, hogy kicseréljék a dohányzacskókat? Azért volt nagyon-nagyon fontos, mert elegbátyám dohányának más íze volt, mint öregapám dohányának, hiszen nem a trafikba vették a dohányt, hanem hozzájutott a régi férfi ember szűz dohánytól, vagyis a termelőtől vette a dohányleveleket, félig éretteket, és mindenki a maga szája íze szerint, a maga személyisége szerint azt illatosította, na nem vegyszerrel, hanem gyógyító füvekkel locsolta meg a dohányt, és mindenki másféle fűvel, vagy másféle módon tette az ízesítését a dohánynak. Ízt adtak egymásnak csak úgy, mint a disznótoros kóstolóval. Aztán csuda voltam, amikor meggyújtották a pipát. Csuda volt, mert Elek bátyám is, meg öregapám is oda ment a kemencéhez, mind a kettő, ugye a két ujjával, ezzel a csipővossal kivett egy porosat. Aztán beletette a pipájába, szippákolt hármat, a parás alulról világította meg az arcukat, maszkká váltak, a maszk pedig hihetetlen fontos dolog, ellentétben az állarccal a maszk megidézi a legelső őst. A maszk előhívja azt, aki a nemzetségben majd születni fog, a maszk hallatlan fontos. Aztán komótosan szépen visszatették a parazsot a kemencébe. Mi férfi gyerekek, akik szerettünk volna egyszerre nagyok lenni, megpróbáltuk másnap a parazsot kivenni a kemencébe, persze, hogy megégett az ujjunk, de nekik nem égett meg az ujjuk. Egyáltalán nem égett meg az ujjuk. És nem is olyan sietve dobták vissza, hanem szépen kivette a pipámból, és visszatette a kemencébe. Pipáltak. Az egész művelet csöndes volt. Ahogy a csillag megy az égen, olyan volt, ahogy József Attila szól erről. Olyan jó volt látni őket, hogy nyugodtak, csöndesek. Nem azért, mert nagyon fáradtak voltak, azért, mert emberként éltek ebben a szemetes világban is, mert hiszen szemetessé válik a világ az élő fénynek a hiányába. Aztán ugye a pipaszó mellett úgy néha mondtak egy-egy mondatot is, egyik a másiknak. És azt se felejtem el, hogy amikor köszöntek el egymástól, akkor mindig azt mondta öregapám elegbátyámnak, elegbátyám öregapámnak, hogy de jót beszélgettünk megint. Beszélgetni nem csak úgy lehet, hogy az ember mondja a mondatokat. Beszélgetni úgy is lehet, hogy az ember ott ül a másik mellett, és egy szó se szól. Amikor még nem a szex határozta meg az ember életét, hanem a szerelem. A kettő között ég és föld különbség van. A kettőt nem lehet egymással összehasonlítani. Akkor, amikor két kamasz gyerek, egy leány, ezt most hangsúlyozni kell, meg egy fiú, szerelmes lett egymással, akkor, amikor még egymás kezéhez se nyúltak hozzá,
akkor olyan jó volt egymás mellett ülni. Mind a kettő nagyon zavarba volt. Néha megpróbált egyik valamilyen mondatot formálni, vagy a másik valamilyen mondatot formálni, de belebotlott, képtelenség volt beszélni. És képesek voltak fél óráig, vagy egy óráig egymás mellett ülni a padon, anélkül, hogy szóltak volna egymáshoz, anélkül, hogy nyomorgatták volna egymást. És annyi mond mindent, üzent az egyik a másiknak, a másik meg az egyiknek, hogy csuda. Mindent megéreztek. Hiszen az embernek öt érzékszerve van. És az öt érzékszerv közül három ilyenkor működött. Nagyon működött. Jó volt ott advent estéken, és Elek bátyámat, meg öregapámat nem zavott azt, a öreganyám rákezdett valamilyen karácsonyi énekre. Jó volt készülni karácsonyra. Jó volt úgy készülni karácsonyra, hogy ott volt az egész família, ott voltak azok az ízek, amelyeket kaptunk az adventi estéken. Ott volt Maris néni, ott volt Mihály bátyánk, ott voltak az unokatestvérek, mindenki, sokan. Sokan együtt. Egy tűz mellett, egy azon Istennek a bűvöletébe. A karácsonyra való készület manapság egészen más lett. Egészen más lett. Tegnap az egyik barátommal igyekeztünk Siófokra. Jó időben elindultunk, 4 óra előtt, hogy 6 órára, hogy megbeszéltünk, odaérjünk, de csak 7 órára értünk oda. Na, esett egy kevéske hó, de nem csak ez adta okát annak, hogy hiába próbálta menekülő útvonalakat megtalálni barátom, aki jól ismeri a várost autójával. Közel 2 óra kellett ahhoz, hogy a városon keresztül érjünk, mondom, közel 2 óra kellett hozzá. Hova megy ez a sok-sok ember? Hova megy? Keresi magát, keresi a lelkét, keresi a fényességet, hiszen alig lehet kibírni egyébként ezt a fajta sötét, bűzös és ragacsos sötétséget. Mert ilyenkor az aranyborjú, ez a világ az aranyborjú, hizelgően bőgni kezd a plázákba. Bőg, bőg, bőg. Vásárolj! 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 Nemrégen hallottam a rádióban egy pszichiátertől, hogy a vásárlás a civilizált mánióban, a civilizált társadalomban már a betegség egyik fajtája lett. Mert ha nem tud vásárolni valaki, akkor rosszul érzi magát. Zabálj! 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 Böfögj! Üríts! Ez lenne az ember élet. Bőg, bőg az aranybor. Bőg. Bronz vasárnapon különösen, ezüst vasárnapon még jobban, aztán arany vasárnapon aranybor jó. Bőgésé válik az egész civilizált világ. Vásárolj! Vásárolj, vedd meg társadnak a szeretetét. Vedd meg gyerekednek a szeretetét, vedd meg öregszülőknek a szeretetét, vedd meg komádnak, sógorodnak a szeretetét. Pedig hát nagyon jól tudhatnánk azt, hogy egyetlen egy dolog van a világon, amivel a Jóisten formálta a mindeneket, a szeretet, amit nem lehet megvásárolni. Soha, semmikor, senki. Mindent meg lehet vásárolni. Országot is. Simon Peres
A zsidók egyik büszke elnöke ezelőtt néhány évvel pökhendien kijelentette, nyilvánvalóvá tette az egész civilizált világnak, hogy mi zsidók bármikor megvehetjük Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot, vagy akár Romániát. Igaz, szóval a vásárlás el is kezdődött, és nem sikertelen a vásárlásuk. Magyar kormányok ilyenkor süketek meg vakuk, nem hallanak semmit, meg nem is látnak semmit. Igen, országokat is meg lehet vásárolni. Meg lehet vásárolni két, minden mennyiségbe, illetve addig, amíg az embernek a kéj hizelgő. Amíg nem okoz csömört, mert előbb-utóbb csömört okoz. De a szeretetet soha senki nem tudta megvásárolni, soha. Egészen más természetű. Olyan, mint azoknak a tálaknak, kóstolóknak a küldése, sógornak, komának. Olyan, mint a beszélgetés régen egy tűz mellett ott a konyhába. Olyan, ahogy Elek bátyánk, meg az én paraszt öregapám ott egymás mellett, negyed óránként ejtve egy-egy mondatot, jól kibeszélték magukat. A szeretet olyan, hogy két kamasz gyerek, aki nagyon szerelmes egymásba, egy leány, meg egy fiú, egymás mellett ül, akár órák hosszat is, és nem szólnak egymáshoz. Ezt nem lehet megvásárolni. Ember miért akar ilyenkor vásárolni? Az a vásárlási láz, ami miatt a lakossággá züllesztett nemzet többsége képes, még ilyen nyomorúságos olyan körülmények között is hitelt fölvenni, vásárlási hitelt fölvenni. Ez a vásárlási láz ilyenkor válik igazán hatalmassá. Ilyenkor, mert ha máskor nem, de ilyenkor látja az ember, hogy a gyerek nem úgy néz rám, ahogy én szeretném. És ez elviselhetetlen. Különösen ilyenkor elviselhetetlen. Ilyenkor kellene éreznem azt, hogy ő szeret engem. Ragaszkodik hozzá. Akkor hadd mondok el egy példát. Megint, mert szeretem a példákat. Ezelőtt néhány évvel Budapesten az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem gyakorló általános iskolájában, miután meséltem a gyerekeknek Szentmártonról, azért hívtak oda, mert szeretik a gyerekek a mesét, a legendát, főleg a olyan hatalmasságról szól, mint Szentmárton. Amikor végeztem, egyik kisgyerek szaladt utánom, alig volt 9 éves, és elmesélte, hogy néhány nap előtt mi történt vele. Gyalog ment haza az iskolába, iskolából néhány buszmegállóval volt a lakásuk, mert óriási öröm feszítette. Azon a napon 3 olyan tárgyból kapott jó jegyet, amelyekből bukásra állt. Utcán lóbálta a táskáját, táska lóbálás táncépérés közbe, háton vágott, vagy fejem vágott járókelőt, őt is kupán vágták egyszer-kétszer, de ő ezzel nem törődött, mert boldog volt, örült, táncolt. Amikor hazaért, bevágta a táskáját az előszoba sarkába, aztán nyitott be a szobába, mert tudta, hogy édesanyja ott van, édesanyja nézte a televíziót. És gyilkos szemmel nézett rám, mielőtt szólhatott volna öröme okáról. Ez a kisfiú azt mondta nekem, levigyett a szája, hogy Jóska bácsa. Én ott megfagytam. Aztán nyitottam be másik szobába, mert ott édesapám volt a számítógép előtt, ugyanúgy nézett rám, mint anyám. Jóska bácsi, megöltek engem. Kimentem az előszobába, 5 cseré virágot föltözvágtam. Tudom, hogy rossz dolog.
De Jóska bácsi, engem megöltek. Igen, ennek a gyereknek meg kell venni a szeretetét. Pedig ez lehetetlen. Ez képtelenség. Sokosság, komosság. Szóltam róla, hogy a sokosság, komosságnak együtt kell lenni, különösen ilyenkor, amikor hiányzik a másik. Hiányzik az a szeretet, ami embertársamból árad felém, hiszen osztott meg engem, más nem tud megtartani engem. A gyűlölet az gyilkol, ha gyűlölködöm engem is, és azt is, akit gyűlölök. A mi népünk a szeretet népe. Itt európai környezetünkben az egyetlen olyan nép, amely a szeretet államát valósította. A 12 zsivány, akik nem a szeretet népei, akik Jézus zászlaja alatt gyűlölködtek, gyilkoltak, földrészeket fosztottak ki, milliókat tettek földön futóvá, rabszolgává, akik Jézus zászlaja alatt 20 millió indián töltek meg, nem szerettek bennünket soha. Nem szerettek bennünket. A 12 zsivány nem szereti, ha egy igaz ember van a környéken. A parlamentbe se szereti a 12 zsivány, ha egy igaz ember kerül oda, mondjuk Bencsik János, mert annak előbb-utóbb ott kell hagyni a hivatalát. Tesznek róla. Örök törvény. Igen, mi a szeretet népe vagyunk. Minden gyarlóság ellenére hatalmasan tudunk szeretni. Mert tudjuk, hogy ez tart meg bennünket, és ez tartott meg bennünket. Ennek az alapját az adta, hogy a teljesen embertelen, római típusú társadalmi formák, intézmények mellett mi megtartottuk az őstársadalmi formákat, amiket helytelenül ugyancsak intézménynek nevez a tudomány. Ilyen a komosság intézménye. Nálunk, amikor gyerek született, napocska, csillagocska, jött közénk, lámpácska, hiszen minden gyerekkel újra születik a világ, minden gyerekkel a fásuló szeretet újul meg a környezetünkbe, akkor nem egy koma pár volt jelen a keresztelőn a templomban. Ezelőtt néhány emberöltővel a második háború után Észak-Zala megyében, Göcsejben egy keresztelőn 33 komát jegyeztek be. 33 komát. Nálunk volt főkomapár, volt kiskomapár. Ha a főkomapár akadályoztatva volt, mondjuk az asszony éppen tisztulatba leledzett, akkor a kiskomapár vette át a szerepet. És ezen kívül voltak olyan komák, akik egyedül voltak, nem párosan. Ezeket lógós komának, vagy garasos komának nevezték. Ezek komosz leányok és komosz legények voltak, de mindegyik már elérte azt a kort, hogy lányjá, illetve legénye olvassák. Aztán voltak hős komák. 10 év körül leányzó vagy legényke volt a hős koma. Páratlan számúnak kellett lenni a komaságnak. És koma nem lehetett hetedik unokatestvérük senki. Senki. A komaság a vérségen túlról való volt. És ezek a komák
ők 33-on, vagy 22-en, vagy 18-on, ezek a komák harmadik unokatestvérik hozzá kötötték magukat ahhoz a családhoz, amely családnak a gyerekét keresztvíz alá kísérték. Harmadik unokatestvérik. Egy hatalmas hálózat. Túlnyúl a falun, túlnyúl a megyén, túlnyúl az országon is. Egy hatalmas hálózat. Ezt a hálózatot római típusú intézményben nem lehet bezárni. Képtelenség. Ez egy római típusú intézmény számára ellenőrizhetetlen szövetség. És nálunk ilyen volt a sógorság is, hiszen nem csak az volt a sógorom és sógornőm, akinek a testvérét én feleségül vettem, hanem harmadik unokatestvérig mindenki az ő családjába. A komaság mellett a sógorság hálója is óriási volt. És a baj volt, akkor ez a két háló, nem egymás mellett, együttműködő két háló, ez működésbe lépett. Ezért nem lehetett bennünket kitakarítani a Kárpát-haszából, és nem lehet soha. Semmikor. Ha visszatérünk őseinknek az útjára, mert vissza kell térnünk. Jóban, rosszban, komaság, sógorság, köteles úgy segíteni. Örségben, Délvas megyében, Észak-Zala megyében sokáig megmaradt, a mai napig működik még, döcögve már, de működik még, Székelyföldön, a csiki székelyeknél, a kovásznai székelyeknél is működik még, de főleg működik a csángóságnál. Ez a láthatatlan római típusú intézmény által ellenőrizhetlen csodálatos háló. Ezért fogunk megmaradni. Nem véletlen az, hogy a Rákosi rendszerben az alatt az iszonya alatt, amikor a paraszt embereket bekényszerítették a TSC-be, minden erőszakot elkövettek azért, hogy tényleg bekényszerüljenek. Marcaliban, ahol én születtem, ez Somogy megyébe van, Marcaliban a hangadó paraszt embereket, ezek jómódú, kiváló parasztgazdák voltak, műveltek. Akik vállukon cipelték akkor is a társadalmat. Bevitték őket a községházára. A fal mellett kellett neki állniuk, szembe a fallal. Addig, amíg a belépési nyilatkozatot alá nem írták. Nem volt szabad kimenni, napokig ott álltak. Étlen szomja. Oda kellett piszkítaniunk. Ott álltak saját bűszükbe. Ott Őrségben is, meg Göcsejben is elvitték például a lányokat. Ahol eladó sorba lévő lány volt, azt elvitte az AVH. És addig nem engedték vissza a lányokat, amíg az apjuk nem írta alá a belépési nyilatkozatot a termelőszövetkezetbe. Nos, Őrségben mindössze 3 termelőszövetkezetet tudtak létrehozni. Mindössze 3-at. 3-at. Ott is elvitték a lányokat. Ott is tettek hasonló dolgot, mint ami Marcaliba történt. Csak hogy a komaságból valaki volt,
a járási hivatalba, vagy a sógorságba, vagy a megyénél. És ő intézkedett, hogy nem. Nem véletlen az, hogy őrségből, nem csak azért szeretem ezt a vidéket, mert édesanyám ott született, meg ott építettem házamat, őrségből alig tudtak kulákot elvinni. Nagy gazdát elvinni. Nem véletlen az, hogy alig tudtak néhány tiszteletes urat, vagy tiszteletes asszonyt, vagy tisztelendő urat elhurcolni. Ez a sátáni világ mindent szétfötör. Mindent. Tudatosan rombolták szét ezt az őstársadalmi formát, amely veszett körülmények között is megtartotta a magyart. Magyarként. Még egy példa. 1950-es években belső kényszert éreztem arra, hogy házat építsek. Dehogy 50-ben. 50 évesen, 1980-as évek közepén. Építettem is egy rangú szép házat őrségbe, ahol rokonaim élnek, a komosság és a sógorságé. Amikor a falazásra került a sor, akkor jött 4 kőműves. Addig 3 kőműves munkálkodott nálam a faluból. Ők is komák voltak nekem. Ott mindenki koma. Mindenki. Legalább koma. Harmad vagy ötödi sziglen. Jött a 4 kőműves, őket én nem ismertem, életemben akkor láttam őket először. 2 az másod unokatestvér volt. Én örülök, hogy az első unokatestvéreket számon tudom tartani. A másik 2 az pedig komasági. Lelki rokon volt. Jöttek, hogy segítsenek. Természetes volt, hogy megkérdeztem tőlük, hogy mit kértek egy napon. Mire? Azt mondta, látszik, hogy régen kifújt innen téged a szél. Mert azt tudhatnád, hogy 3 napon mi ingyen dolgozunk. Na nem teljesen ingyen, mert amit eszünk, amit iszunk, az a te költséget, de pénzöid szó ne essék. Aztán 2,5 nap alatt fölhozták a falakat. Azt a rangos házat, azt én nem tudtam volna fölépíteni, ha ez nem így működik, nem csak itt, ezen példában. Így általán. Azért építettem házat, mert öreg apámtól hallottam, akinek nincs háza, annak nincs hazája. A ház gazdatudatot ad. És ha gazdatudatod van, akkor tudod, hogy azt a helyet te nem hagyhatod el. Jó Isten, oda rendelt! Hizeleghet nagyobb aranyborjú a szomszédországba. Bőket. Tőled. Nagyon jó dolog magyarnak lenni. Isten ajándéka vagyunk itt a földi tereken, a társadalom többi népének. És vissza kell térnünk az ősök útjára, hogy megmaradjunk. Hála Isten, a tömény az szerveződik. A tömény. De a mai ember kérdezi tőlem, hogy mi az, hogy tömény? Mai ember, aki se otthon, se az iskolában nem hallott arról, hogy a mi gyökerünk a szkíta gyökér. Fölmennénk soha nem tudtak finnugrálni.
képtelenség volt számukra. Én itt mutatok önöknek egy könyvet, ami kötelező irodalom kéne lenne minden iskolában, a magyarok története. Amikor a törökök megszállták ezt a hazát, akkor elégették a mi irattárunkat. Egyetlen egy ősi irat maradt meg, egyetlen egy geszta. Ez, amit itt a kezembe tartok. A törökök között volt egy magyar származású tolmács, és ez a magyar származású tolmács megmentette ezt. Lefordította a szultánnak, így lett ennek a címe, Tarihi Üngürüs, a magyarok története. A 19. század második felében egy magyar tudós visszafordította magyarra. Valamikor a 80-as években megjelent magyarul. De kritikai kiadása jelent meg magyarul. A kritikai kiadás azt jelenti, hogy elvettek belőle valamit. A kritikai kiadás legyen mindig gyanús. Az mindig az éppen időszerű politika határoz meg, hogy mit kell kitenni belőle. De hála Isten, Pozsonyban, a pozsonyi Madács kiadónál megjelent a teljes kiadása. És a Püski nem régen kiadta a teljes kiadást. Tarihi Üngürüs, a magyarok története. Ebben olvashatjuk azt, hogy a győzhetetlen hunoknak, Attila királlyal a győzhetetlenek voltak, milliós hadseregük volt. És a milliós hadseregben volt 10 000 fényes. Ez volt a tömény. És a 10 000 fényes a milliós hadsereget győzhetetlen erővé tette. A tömény. Nos, ahogy járom a Kárpát-hazát, még így 82. esztendőm után is, egyelőre, hála Isten, még fáradhatatlanul, az a tapasztalatom, hogy a tömény szerveződik. Egyre több fiatal érzi azt, hogy szüksége van arra, amit fölmenőink hagytak ránk. Szüksége van arra, hogy Isten rendelése szerint a szeretet katonájaként éljen. És ha valaki elmegy önök közül, Somogy megye kellős közepére, a Zselitségbe, Visnyeszéplakra, akkor ott találkozott egy egész falu népével, ahol elkezdődött a Komaság és Sógorság intézményének a visszaállítása. Egy-két-három diplomás emberek költöztek oda családostól. A falu majdnem teljesen önellátó. A budi háttól van. Televízió egy van a faluban, a faluházban. Azt is arra használják, hogy a DVD-ket nézzenek meg rajta. Ebben a faluban egy családban 4, 5, 6, 7 gömbölyű fejű gyerek születik, okosak, értelmesek, egészségesek. Saját iskolájuk van. Ebben a faluban a tömény szerveződik. Tessék oda látogatni, a tömény. Isten akaratából él nemzet a hazán, és élni fog a világ végezetéig. Most az őszön is voltam náluk, gyakran járok oda, hiszen az oda telepedettek, nagy része az tanítványom volt, és most úgy, hogy saját életutamon hazafelé bandukolok már, jó eső érzés azt tapasztalni, hogy minden mag
nem hullott kőre. Nagyon jó eső érzés. Arra kértek az ottani kamaszok, akik gimnáziumba járnak, arra kértek, hogy beszéljek arról, hogy ki a magyar, mi a magyar. Mert hogy kíváncsiak rá. Délelőtt 10 órakor kezdődött a beszédem, pontban harangszókor fejeződött be. Ők építettek egy haranglábat, és ott kézzel harangoznak, mi ami nagyon fontos. Ezek a kamasz gyerekek, amikor a harangszó kezdődött, fölálltak, és elkezdték imádkozni az urangyalát. A 21. században Somogyország kellős közepébe, a zserítségbe, Visnya szép lakon. Él nemzet a haza. A tömény szerveződik. És ez a nemzet, amikor kellő számú lesz már, ez a lelkében nemes, fegyvertele hadsereg, ez a nemzet, ha föltekint, oda föl a mennye, akkor azt tapasztalja, hogy ott a Szent Korona van. Igen. Amit azért kaptunk a Teremtő Úrtól, amikor igen-igen sötéten kezdte Európa a tápászkodását, hogy mi megmaradhassunk a szeretet vallásának. Hogy egy nyugtalan, gyilkolódó, gyűlölködő Európában legyen egy állam, amely a Jézusi szeretet állama. És ez a Szent Korona, amely égből szállott alá, túlmutatva önmagán, a közén született Istent, Jézust idézi meg. Egyetlen egy név volt a középkorban, de az ókorban is. Az Kita, Hun, Avar, magyar társadalom, ahol az emberi nemzet függősége, az nem valakitől, földi valakitől valósult, hanem a Teremtő Istentől. Ő volt a legfőbb közjogi méltóság. Ha a tömény, nem kell számolni, hányan lesznek. Isten számon tartja őket. A tömény kellő számú, akkor újra őt látjuk ott fönt. Újra. Nem lehet lefényképezni, mégis láthatjuk, látóvá válunk. És akkor nem kell, hogy beutazzuk Kárpáthozat, csak hogy elképzeljük, hogy Kárpátok ölelik ezt a csodát, ezt a paradicsomot, amelyek, ha nem lennénk paraziták, 3-szor ennyi lakóst eltartana jólétbe. Akkor azt tapasztaljuk, hogy ez az ölelés, ez csodálatos. Ez boldogasszony ölelése. Akkor egyszer csak arra ébredünk, hogy majd valaki bejelenti, hogy 1920. március elején Bethlen István a magyar parlamentbe bejelentette, hogy mától kezdve a korona szerves része a történeti alkotmány. Az Istentől kapott, a vele való függőséget erősítő a hatalmunk. Ezért fontos ám karácsonyra készülni. Ezért fontos karácsonyra úgy készülni, hogy láthatatlan füldogó legyen az ember fülőbe, és ott bőgjön csak az aranybor. Bőgjön. Dobja föl aranypatáját.
mi el vagyunk nélküle, sőt nélküle vagyunk igazán. Jó érzésben. Nekem létezik egy iskolám, 18 éve létezik ez a Magyar Hagyomány Műhelye. Szabad Egyetem, az egyetlen olyan iskola, egyelőre a Kárpát-hazában, ahol nem csak szellemi táplálékot kap az, aki áldozatot tud hozni, és minden hónap utolsó három napját ott tölti, péntek délután 3-tól, vasárnap délután 4 óráig, hanem itt mindenkinek meg kell fogalmazni magát valamilyen anyagba, nem ezbe, fába, bőrbe, vagy szőnie kell, vagy szabni a ruhát. Itt Gödöllön van egy házaspár, akik oda jártak a Magyar Hagyomány Műhelyében, ha nem csak ők jártak oda, mind a kettő a Gödöllői Egyetemen tanított, még nem kerültek nyugállományba. Az, hogy megtanult ott szabni, vordni, először csak a családnak szabta vordta az alsó neműt, a férfiaknak is, a másik neműeknek a teljes ruházatát. Aztán most már ebből élnek. Ide a Magyar Hagyomány Műhelyébe járt egy özvegyasszony, gimnáziumi tanárnő. Két kamaszlánya volt, ezelőtt 10 esztendővel történt, és ez az özvegyasszony elhatározta ilyenkor adventon, advent első vasárnapján, András napján elhatározta azt, hogy készül a két kamaszlányával adventre. Mert ilyenkor a fehér népek igen rikácsolóvá tudnak válni, nekik különösképpen hiányzik az élőfény. Régiek is tudták ezt. Ezért a másik nemiek fontak, szőttek és simeztek, rendezték a lelküket. És az asszony rendezett a családba, akkor rendezett a gyerek is, meg az ember is. Vitt haza András napjára egy jó nagy vasznot, vitt haza fonalat, vitt haza tűket, amivel lehet himezni, és miután az első gyertyát meggyújtották az adventi koszorún, arra kérte a két lányt, hogy együtt himezzék a karácsonyi terítőt, ahogy tették azt a régiek. A két lány úgy nézett rá, mint a hülyére. Anya, te teljesen meg vagy húzatva. Te ezt komolyan gondolod, hogy mi himezünk? Hát hol érsz te? Különben is mióta a Magyar Hagyomány Műhelyébe jársz, azóta annyi bolondságot csinálsz itthon. De ez már mindennek a teteje. Asszony, neki állt himezni a terítőt, sírdogált szegény. Aztán 3 nap múlva a kisebbik lány, mert ilyenek ezek a kamaszlányok. Odaült mellén, anya, egye fene, ha neked ez a kedvedet hozza, mutasd meg, hogy hogy kell csinálni, és ott maradt. És beszélgettek, csoda történt, beszélgettek. Aztán a nagyobbik leány is 4 nap múlva odaült, akkor már 3-an beszélgette. Egész évben azért alig váltottak szót egymással. Alig. Anya, hoztál Tesco-ból kólát? Mi a vacsora? És olyan jó volt beszélgetni. És annyi minden van az emberben, amit meg kell osztani a másikkal, különösen ilyenkor. Aztán karácsonykor, nem Ádám Éva bűnbeesésének napján, mert az a legsötétebb nap, terítették meg az asztalt,
Mert én erre csak azt tudom mondani pestélyesen, hogy mire mulatsz picinyen? Mire? Mire ez a türelmetlenség? Éjféli harang szó hozzá el a születést. Itt közel a Golgo mentén. Ezelőtt egy ember öltővel is, sőt, jó néhány helyen még ma is, a születés miséje után terítik meg a karácsonyi asztalt. Ők is éjféli mise után hozamentek, asszony a közösen hímzett terítőt rátette az asztalra, ez Mária lelke szűzi, méhe volt, benne volt az ő szeretetük, az ő rendezettségük. Ennek az asztalterítőnek illata volt, íze volt, az ő illatuk, az ő ízük volt benne, nem Tesco illat volt benne. Fontos. És az asszony, hogy ez régen is történt, családfő nem volt, fogott egy nagyon szép piros almát. És három felé vágt ezt az almát. És prédikált. Prédikációja pedig így hangzott, hogy ne felejtsétek el, bárhova kerültök a világba, hogy ennek az almának a szeletei vagytok. Ez az alma pedig a mi családunk. Ez az alma a mi városunk. Ez az alma a mi hazánk. Haza. Olyan súlya volt valamikor ennek a szónak. Haza. Aztán az alma szeletet mártották bele a mézbe. Mert a karácsonyi asztalon ott kell lenni a méznek. A méz a Teremtőisten kegyessége. Az az édesség, amitől az embernek nincs hány ingere. Az az édesség, ami végigjárja az ember minden porcikáját, az az édesség, amely a lélekben fényként mutatja meg magát. Aztán ott volt az asztalon, ahogy régen is, a kibontott dió. Ügyesen bontották fölmenőink a diót, édesanyám is úgy roppant tudta, hogy a benne lakó két angyal össze ne morzsolódj, mert két angyal lakik benne, egymással szembe. Ahogy az alma a teremtett világ egészsége, úgy a dió a teremtett világ isteni angyali rendje. Mártottuk a mézbe, mártották ott, a lányok anyával együtt a mézbe, és ették. De ott volt a köpesztett, fokhagyma gereszt is, 1000 nyavaja távol tartója, mártották bele a mézbe, és ették. Aztán összeborultak, és sírtak. És a két kamaszlány alig szavakkal, hiszen a meghatódástól alig tudtak szólni, kérték az özvegyasszony. Eképpen, anya, jövőre is legyen karácsonyunk. Azt ne felejtsék el, ahol az aranyborjú határozza meg a karácsonyt. Ott alig várja főleg az asszony, hogy túl legyenek az ünnepen. Ne felejtsék el, ennek utána lehet és kell nézni, hogy karácsony este bomlik szét a legtöbb család.
karácsony után a két ünnep között van a legtöbb vállóper. A két ünnep között igen sokan öngyilkosok lesznek. A két ünnep között csapnak ki gyereket a családból. Picebócát. Vagy szellemileg lustát, mert elviselhetetlennek érzik. Csapják oda saját társadalmába, ahol még mélyebbre süllyed. Ember karácsonyra készül. Rendezelkedett. A füldogó legyen itt belül. Bőgjön az aranybórium. Bőgjön. Bőgjön. Ennek a világnak újulnia kell. És a magyarokra igen nagy felelősség ár. Mielőtt elköszönnék önöktől, még valamit el kell mondanom. Ez a valami szervesen és szorosan hozzá kapcsolódik a töményhez. ...1744 legalább olyan gyászos dátumú történelmünknek, mint a Mohácsi vész napja. 1744-ben Mária Terézia Habsburg császár és magyar királynő, aki, mint a többi Habsburg, mindent megtett annak érdekében, hogy nemzetünk eltűnjék a földszínéről, elrendelte veszteglőzárat. A veszteglőzár elrendelése azt jelentette, hogy azok a csángó magyarok, akik itt kívül éltek, élnek a Kárpátok bércén, az őrzők, azok ne jussanak be a Békás szoroson, illetve a Gyimesi szoroson a Kárpátaljába. Akkor ott Módva és Bukovina Kumániának neveztetett, a románok szorványban még csak. Akkor ott 2 millió csángó magyar élt, 2 millió. A csángókkal együtt ott éltek kunok, besenyők, úzok, és a Fekete-tenger partján ott éltek a tatárok, akik elég sokszor betörtek a Kárpátokon belőle. Az ott magyar püspökség. A veszteglőzár nagyon sokáig tartott. Már rég nem volt jószágvész. Veszteglőzár után nem lehetett magyar papjuk, nem hallhattak az iskolába magyar szót. 200 000-re csökkent a csángó magyaroknak a szám. 200 000-re. A 200 000 csángó magyarnak a fele, az északi és keleti csángóság egyáltalán nem tud már magyarul. A velem körű öregek tudják, hogy hunik. Egy se finnugrál. Hunik. Hunok. A középkorúak csak annyit tudnak, hogy katolikusok és nem románok, de teljesen lényegtelen számukra, hogy milyen nemzethez tartozunk. A még fiatalabbak már úgy kapják a nevüket, hogy a keresztnév román, és előtte van a vezetéknévnek. Ezek a kamaszkorú csángó leányok, legények, ezek már Szent Istvánról nem hallottak. Öregapjuk még hallott róla.
ők már Stefáncse Márét ismerik. A megmaradt fele a csángóságnak két része osztható, egyik része, a kisebbik része az kiválóan beszél magyarul, Klése, Forró, Falva, Pusztina, Külsőre, Kecsén, Luzikalugor környékén. A többiek darabolva beszélik a magyar nyelvet, azaz román szavakat kevernek a magyar szavak közé. Pusztul a csángóság. Pusztul. Ha a csángóság elpusztult, akkor elsorvad a székely. Ha a székely elsorvadt, akkor csak Isten kegyelmére számíthatunk. A csángóság őrzi a magyarság legősibb műveltségét, legtisztább erkölcsét. Amikor a Veszteglő zár 1744-be kezdetét vette, akkor az egyik, dehogy egyik, két őrkápolnát, Mária Terézia lerongoltatott a gyimesekbe. A Széphavason lévő Szentlélek kápolnát, illetve a Pogányhavason lévő Szent László kápolnát. A Szentlélek kápolna azért volt fontos, mert amikor jöttek búcsúra, pünkös szabadító alkalmára, Csíksomlyóra, csángó magyarok gyalog, keresztény zászló alatt, itt a Széphavason a Szentlélek kápolna előtt találkoztak a csiki székelyekkel. Itt együtt imádkoztak. Összeülelkezve, kort-korba öltve együtt mentek Csíksomlyóra búcsúra, és másnap vasárnapon itt köszöntek el egymástól. Erről a kápolnáról Orbán Balázs azt írta, hogy a magyarság egyesülésének szent helye volt. Nos, az én iskolámnak egyik tanára, Plati István, kiváló ember, ezelőtt 15 esztendővel elhatározta, hogy minden pünköst hétfőn ő fölgyalogol a Széphavosra. És ott a kápolna romnál imádkozik hazánk egyesüléséért, a nemzet emelkedéséért. Ezelőtt 10 esztendővel az én iskolám, a Magyar Hagyomány Műhelye elhatározta azt, hogy Gyimes Felsőlokról gyalog megyünk. 34 kilométer gyalogolva, Csíksomlyóra, pünkös szombatján, vasárnap visszagyalogolunk, és hétfőn fölgyalogolunk a Széphavasra, a kápolnaromhoz. Először úgy 30-40-en tettük meg ezt az utat, imádkoztunk hazánk emelkedéséért, az egységért. Aztán egyre többen lettünk. Aztán létrejött a Széphavas Egyesület, amelynek kinti elnöke, tiszti, azaz Gerge István, Csobotfalva volt plébánosa, az itteni elnöke én magam vagyok. A Széphavas Egyesület elhatározta, hogy kápolnát építünk ott. 2,5 évig nem kaptuk meg az engedélyt. A hatóság minden, de mindent elkövetett annak érdekében, hogy az engedélyhez ne jussunk hozzá. Tavaly például azt találták ki, hogy ott a Széphavason urbanisztikai rendezési tervet készítsünk. Aztán ebben az esztendőben úgy döntöttünk, akár van engedély, akár nincs, a kápolnát fölépítjük. Elkezdtük építeni, és akkor jött a nagy vihar, egy Esperes úr, Darvas Kozma József, odajött a székely televízióval, meg újságírókkal, hogy lefényképezzék az épülő alapokat, hogy följelentsenek bennünket, hogy engedély nélkül építkezünk egy olyan helyen, amely pedig régészeti feltárási hely. De építettünk tovább. És 3 hét múlva megjött az engedély.
Ennél nagyobb csoda az, hogy nem sokára rá megjött Jakubini érsek úrnak a levele. Jakubini érsek úré Erdély katolikus érseke, aki pedig mindent elkövetett azért, hogy a Veszteglő zár, Mária Terézia Veszteglő zára megújuljon. Csak két dolgot, ha említek, összefügg. Ezelőtt 3 évvel új plébánosa lett Csobotfalvának, ahol minden pünkös szombatra százával jöttek a módvai csángó magyarok a csángó misére. Tisztit elmozdított onnan, jöttek még, de csángó mise üres volt. Aztán az új tisztelendő úr kivágatta az évszázados fákat a templom udvarba, melyek szivacsként működtek, és a templom fala szívta föl a vizet. Tavaly, idén nem volt csángó mise. Veszteglőzára azzal működik igazán, hogy Balkó mellett, Kula-Kárpátokon egy kicsi csángó faluba építettek egy betontemplomot. A betontemplomban ott van Babba Máriának a kegyszobra. Annak a másolata. Babba Máriához ágaskodni kell a csángó magyarnak Pünkösdön, amikor ott van Csíksomlyón. Itt lent van a földön, kedvére ölelgetheti, mert nagyon szeret. 2 éve már az idén is ingyen szállították buszon a csángó magyarokat szombaton oda, ebbe a betontemplomba, ahol román nyelven hallottam misét. Jakubini érsek alaposan felelős ezért. És ettől a Jakubini érsektől kaptuk a következő levelet, és megkérem az én kísérőmet, Hás Klárit, hogy olvassa föl ezt a néhány sort. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép Havas Egyesület tisztelt vezetőségének! Megkaptam részletes tájékoztató levelüket a Szép Havasi kápolna építéséről. Jó és dicséretes dolog, hogy egy régi hagyományt felelevenítettek, amikor a szép-havasi régi romokhoz zarándoklatot szerveztek. Minden templom és kápolna Isten dicsőségére és az emberek üdvére épül. Ezért is jónak tartom az ötletet, hogy a régi romok mellett új kápolna épül, ahová el lehet zarándokolni, és a találkozás helye lehet Isten és ember, valamint ember és ember között. Kezdeményezésükre és munkájukra áldásomat adom, és imáimba foglalom. A felszenteléssel kapcsolatban előzetes ígéretet nem tehetek. Ha elkészül a kápolna, a szentelési időpontot szíveskedjenek közölni, s ha teendőim megengedik, szívesen vállalom annak felszentelését. A Jóisten áldása kísérje jó szándékú fáradozásaikat. Imádságos köszöntéssel, dr. Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek. Amen. Csoda történt. A kápolna adakozásokból épül. Adakozásokból épül, a kápolna fala már teljesen készen van, Klárinál majd láthatják a képeket, mert itt vannak a képek róla. Ott ingyen kaptunk területet, fönt a Szép-Havason, a gyimesi csángóktól, és a tavasz óta a kápolnának a közepén ott leng a magyar zászló és az Árpád-sávos zászló. Az a föld már a miénk. Ezt a földet visszafoglaltuk. Az a föld magyar, mint ahogy magyar volt mindig. De most nyilvánvalóvá lett. Az a hely, ha kápolna fölépül, a Magyarság Egyesülésének szent helye lesz. Egész biztos vagyok benne. Ha az ember makacs a jóban, akkor Isten megsegíti. Kodály Zoltán mondta azt, hogy 3 féle magyar létezik. Van a hőzöngő magyar, van a nosztalgiázó magyar, és van a cselekvő magyar. Cselekvő magyarnak lenni érdemes. Innen, a belső hazából, egyébként Zala
Egerszegről is ment ki egy fiatal csapat. A képeken lehet látni a fiatalokat. Három közülük a sógorság, komoság okán ment, ők nem voltak kíváncsiak erre a szellemiségre, amit egyebek között én is képviselek. Ott csodákat éltek építkezés közben. Visszajöttek, egy életre összekötődtek. Két fiatal éppen most építi házát, s már kalákába építenek. Szerveződik a tömény. Szerveződik. Az egyik tátus Székelyföldön, nem maga nevezte ki magát tátusnak, a környezete tartott onnan. A következőt mondta egy alkalommal: a földön a sátán uralkodik, de Isten akarata fölötte van. Mikor Zalaegerszegen előadásom után megköszöntem az építőknek, akik jelen voltak az előadáson a munkájukat, akkor amikor felolvasta egyik barátom ezt a levelet, akkor egyik építő a következőt mondta. Annak idején ő látta azt a csodálatos filmet, ami Szent Ferencről szólt, a napnő, napfivér és holdnővér, és eszébe jutott neki Jakobin érsek leveléről az a jelenet, amikor a három toprongyos alak, toprongyosak voltak, fáradtak, talán büdösek is, ment a katedrálisba. Azért, hogy a pápától engedélyt szerezzenek a rendalapításhoz. Aki látta a filmet, emlékezhet rá, hogy két oldalt bíborosok álltak, bíborba, bársonyba. Pökhendi urak. A kamera ráment a ujjaikra, tele volt az ujjuk gyűrűvel. A bíboros urak előtt ma is az embernek le kell térdepelnie, és meg kell csókolnia a gyűrűt. Kit képviselnek ezek az urak? Kit? Hiszen Jézus megmosta az apostolok lábát. Kit? Kit? A kérdés költői. Nem Istent, hanem egy intézményt. Lépcsőn kellett fölmenni a pápához, a trónon. A pápa elutasította a kérelmüket. És akkor a kamera a filmbe fölmegy a mennyezetre, ottal az Atyaisten van, és az ő keze int. A pápa visszahívta Szent Ferencet és két társát. Valaki a pápában cselekedett. Csoda történt. Ha nincs Szent Ferenc, ma nincs kereszténység. Mondom, nincs kereszténység. Csoda történt. Ebben az esztendőben, a szép havas okán, csoda történt. Nagy csoda történt. A vasárnap korán kelnek, bekapcsolják a rádiót, a vasárnapi újságban riportot hallanak a széphavasi kápolnáról. Négyen szólalunk meg benne. Egyebek között Hargitai András is, az úszó világbajnok, valamikori kiváló úszóbajnokunk. Hallgassák meg. És most itt én a kolduló barát szerepét veszem át. Mert annak ellenére, hogy majdnem minden adományként történik, azért szükség van pénzre. Pénzért vettünk meg a téglát, a meszet, amire szükségünk volt, és ezen túl is, hogy a kápolna befejeződjék, szükségünk van adományra. Klárinál találnak csekket, találnak ismertetőt is a kápolnára. Kicsi összeg is nagyon sokat segít. Mi szeretnénk már az idén, bár korán lesz pünköst, a pünköst hétfőn fölavatódna a kápolna. Ott lesznek százával
a moldvai csángó magyarok is. Szeretnénk ott elénekelni. Sokan, mi magyarok. A himnuszt. Köszönetet Istennek, hogy velünk van. A karácsonyi készülethez ajánlom még Bálint Sándornak a Karácsony című könyvét. Bálint Sándor nem csak a magyar hazának, hanem a világnak legnagyobb szakrális néprajzosa, boldogávatása elkezdődött. Bálint Sándor néprajzosként nem terepre ment adott közlőkhöz. Embereket látogatott meg. Azt írja egyik tanulmányából, hogy amikor belépett egy pásztor hajlékába, vagy egy parasztember hajlékába, akkor a városi szemetet azt ott letisztogatta magáról. Bálint Sándor fölnézett azokra az emberekre, akiknek kerek teljes egész istenhűdük adatott. Bálint Sándor Karácsony című könyve azt a nagyon gazdag és nagyon összetett karácsonyt írja le, ahogyan őseink fogadták a fény születését. Annak a fénynek a születését, amely csak bennünk emberekbe személyesül. Ez a világ legnagyobb csodája. A megszületett fényt érzi minden teremtett élő létező itt a földi környezetünkbe, de csak mi emberek érezzük úgy, hogy begyűjt Jézus a házomba, házam közepébe megáll. Ez karácsony. Nyilvánvalóvá válhat valahányunk számára, készülünk rá, hogy ott belül, legbelül ő lakik. És ahol ő lakik, ott sokan elférnek. Testünk térben és időbe behatárol, de lelkünk nem. Lelkünk beletágul a végtelenbe. Ez a ház. És ott ő van, az érettünk testé vált szeretet. Akkor abban a házban, ott bent lelkünk hajlékába, fényóhajtó kerek kápolnájába, ott lehet a párom. Életem végéig. Ott lehetnek a gyerekeink, a bicebócák. Akkor is. Abban a házban ott lehet az öreg szülő. Ott igen, ott belül. A dédi. Abban a házban ott lehet a komo, az a sok. A sógor is. Abban a házban elfér a haza. És higgyék el nekem, karácsony nagyon kell. Ennek a tapasztalása. És ha készülnek csöndesen, szépen, hogy készülnek Tamásék, Ágiék is, akkor ezen a karácsonyon egyre több ember érezheti azt, hogy Istenem, de jó, hogy embernek teremtettél. De jó embernek lenni. Isten adjon valahányuknak jó készületet és áldott karácsonyt. Köszönöm a figyelmet. Hálásan köszönjük a szolgálatot. Nagy hasznunkra vált, és mondtam, hogy a végén jön a csattanó, ne siessen senki el. Jóska bácsi már egy picit így előre mondta a dolgokat. Első dolgom, hogy Klárinak és Jóska bácsinak remélem benne lesz a házam íze a szokásos kalácsban és borban. Tamás, légy szíves, segíts Klárinak.
Klárina. Én magam készítettem, nem teszkós. És a bor is. Szóval bor és kalács, ugye, ha van az asztalon, rendben van. Én ezt egy kicsit most egy gyertyával ünnepivé varázsoltam, de tudom, hogy a lelketekben úgyis ott leszünk karácsonykor. Ezzel is szeretném, hogyha jó érzés lenne neked, hogy nem csak a magyar hagyomány műhelyében, hanem máshol is követik utadat. És akkor, sógorság és komosság nélkül, 10. alkalommal tartja az Új Forrás Polgári Kör a karácsonyát. És erre a jubileumi alkalomra jött létre egy betlehemes baráti kör, akik angyalok, pásztorok, jó hírhozói, örömhírhozói, és igen, csak szeretetből, semmi másból, másnak is szeretet okozva. Úgyhogy most én azért készültem, és itt egy páran még készültünk, mert ilyenkor azért hozzuk már a karácsony illatát, tehát egy kis mézes süteménnyel, kaláncsal, mandarinnal megkínáljuk önöket, hogy részük legyen benne. De mivel az igazi mi adventos nagy közösségi karácsonyunk, ugye, amit nem a szűk családba töltünk, az jövő héten, december 15-én szombaton, Isten szabad ege alatt, az Erkel Ferenc utca 8 szám alatt fog történni, és erre kérem a 10 éve velünk betlehemezőket, vagy akik szeretnének nem színpadi körülmények között részesülni, jelentkezzenek nálam, mert a befogadó képessége a szabad égnek nem, de utána melegedőnek korlátozott. Tehát a Márti angyal, a Margit angyal, az hírnök, az Erzsébet hírnök, az Oltán Kisbojtár, a Tamás Virasztó pásztor és a Gábor öreg pásztor, mindenkit a tűz melegénél úgy, ahogy őseink, gondolom, csinálták, szeretettel várnak, igazi tűznél, ami majd mesél nekünk. Úgyhogy azt kérem, hogy ott nálam jelentkezzenek, és akkor nézzenek itt közbe körül, és ugye Moldvai Csángó magyaroknál, mint tudják, mi is lábnyékban egy magyar iskolához járultunk hozzá, maroknyi csapat, és ott tanulnak, de mindig Csángó köszöntéssel szoktuk befejezni. Feljött a nap szép fényesen, minket is üt igyenyesen, feles jött, eles haladott, nekünk örömet hozott. Isten áldja meg kenteket, a szívüket, s a lelküket. De mivel karácsony van, azért én még a gyerekeknek mi is tanítunk, és azt mondjuk, hogy Betlehem, Betlehem, ragyognak a fények. Emberek, emberek, egymást szeressétek, mert a kis Jézuska boldogságot hozott. Nyissatok hát neki ajtót és ablakot. Isten áldja önöket.